Köszöntöm Önöket, itt a Köztér a Fehérvár Televízióban. Múlt héten csütörtökön tartotta küldött gyűlését a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet. Arról beszámoltunk a híradónkban is, hiszen beengedtek minket a küldött gyűlésre. A Fehérvár Televízió kamerája is jelen lehetett az eseményen. Ezt követően már az elmúlt héten ígéretet tettem Önöknek, hogy ide a stúdióba várjuk majd Herceg József urat, a szövetkezetnek az elnökét, valamint Farkas Béla ügyvezető igazgató urakat, akik elfogadták a meghívásunkat, most itt vannak velünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide hozzánk a tévéstúdióba. És hát ugye azt még el kell mondani a nézőknek, hogy természetesen mai adásunk is interaktív, hozzászólhatnak a műsorhoz, elmondhatják a véleményüket, kérdéseiket feltehetik. Ezt a 22-es 516-110-es telefonszámon tudják megtenni, ami műsorunk ideje alatt hívható. A múltkori adás után is számos telefonhívást kaptunk, és nagyon sok e-mailt küldtek. Igyekszünk ezeket a kérdéseket is majd most a mostani műsorban föltenni. Nos, köszönöm még egyszer, hogy itt vannak. Egy kicsit menjünk vissza a küldött gyűlésre. Én azt tapasztaltam, hogy bár korábban még ugye nem voltunk bent, de hogy ez egy egészen kultúrált hangvételű ülés volt. Önök jó estét kívánok. Igen, jó estét kívánok. Én is köszöntöm a tisztelt nézőket. Köszönjük a meghívást. Valóban elmondhatjuk, hogy az eddigiekhez képest, ami az utóbbi években volt, teljesen normál, jó hangvitelű küldőgyűlés volt. Mondhatom azt, hogy a küldőgyűlés elvégezte a munkáját. Ezután is szeretném megköszönni a tisztelt küldötteknek, illetve a nem küldött tagoknak azt a tűrőképességet, türelmet, nyugalmat, amit tanúsítottak a küldőgyűlésen. Igaz, hogy előtte én kértem, hogy ez legyen úgy, mert ezek a küldőgyűlések azért eléggé viharosan szoktak végződni, és belül is tettünk egy elemet egyébként az egyebek előtt, biztos tetszett hallani, vagy emlékezek rá, hogy az egyebek előtt egy 10 perc szünetet rendeltem el. Ez is egy jó húzásnak bizonyul, úgy gondolom, mert azért az egyebekben el kell, hogy mondjam, hogy azért több mindenről szó van, tehát személyes dolgok, problémák is felmerülnek, tehát több minden, mint ami a szövetkezettel esetleg lényeges lenne. Igen, mondjuk de... erről hallottam is, bár akkor mi már nem voltunk ott, de azért mondták, igen, hogy ott azért voltak viták, hangosabb. Igen, azért emelem ki, hogy ezt az egyebeket kivéve egy nagyon jó forgatókönyv volt, nagyon rugalmas, és tényleg nagyon jó lefolyású volt az egész küldőgyűlés. Tehát elvégeztük a munkánkat, és ezt köszönöm még egyszer. Neked valahol az is érthető, hogy nyilván ilyenkor ugye a küldötteknek is el kell végezni a feladatukat, önöknek is ugye meg kell tartani a beszámolót, ismertetőt, stb., ami ugye a napirendi pontok között szerepel, de érthető az is, hogy aki meg szövetkezeti tag, azt mondja, hogy itt szeretné élni a tanácskozási jogával. Igen, ezt is elmondhatom, hogy ez is megtörtént, tehát mindenki szót kapott. Nyilván először a küldöttek, amikor a küldöttek befejezték, nem szóltak hozzá, akkor szót adtam a nem küldötteknek, tehát a tisztelt tagoknak is, és éltek is ezzel a lehetőséggel. Itt azért azt megkívánom jegyezni, hogy a küldöttek nem azért nem kérdeztek többet, úgyis mindig felmerült, hogy nem foglalkoznak, nem kérdeznek, hagyják, felolvassák. Ez egy tudatos tevékenység a szövetkezet részéről, hogy a küldött gyűlés előtt intéző bizottsági gyűléseken ezeket a javaslatokat, magát a küldött gyűlést átvesszük pontonként. Nagyon-nagyon sok kérdés volt most is a 8 intéző bizottságban a küldött gyűléssel kapcsolatosan, és ott beszéltük meg. Mert hogyha ez nem történne, akkor a küldőgyűlés nem 2-3 órás, hanem 5-6 órás is lehetne. Tehát azért nem szóltak hozzá többen a küldöttek, mert ezt végigbeszéltük, hogy rugalmasabban legyen. Illetve vannak olyan határozatok, amik magyarázatra szorulnak. Ugye ezek megvannak a ügyvéd úr által megvan fogalmazva, és hát nem is egyet, én is megkérdeztem, hogy lehet ezt, hogy értelmezzük. Ezért vannak ezek a bizonyos intéző bizottsági gyűlések, és ezt csak azért emelem ki, hogy igenis érdekli a tagokat is, illetve érdekli a küldötteket is, csak ezért nem volt annyira
sok a hozzászólásra küldöttek részéről. Most ugye ott elhangzott, ez még az elején volt, amikor mi is ott voltunk, volt egy hangosabb szóváltás, hogy most tájékoztatják-e megfelelően a küldöttek az ott élőket, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nem szabad általánosítanunk utalnunk, mert biztos, hogy van olyan küldött, aki a tájékoztat is, meg biztos van olyan is, aki nem feltétlenül végzi el ezt. Önöknek milyen visszajelzések jutottak el önökhöz ezzel kapcsolatban? Így van. Én akkor is ott is elfogadtam, most is azt mondom, hogy igen, nem 100%-os, ez valóban így van. Azt is mondtam, és most is azt mondom, hogy ezzel tovább kell foglalkoznunk, tehát nem csak a küldötteken, itt a közösségi megbízottak és a tagok közt még szorosabbra kell fogni a kapcsolattartást, hisz azért ez a 3900 ember, azt nem lehet, hogy a 14 fő, aki most a szövetkezet aktív tagja, nem tudja ezt ellátni, tehát igenis szükség van a küldöttekre, a közösségi megbízottakra, és ezt folyamatosan el kell végezni. Ugye először úgy hangzott el, mintha ez egy nagyon általános igazság lenne, de aztán a tisztelt tag, aki ugye nem küldött, ugye azt mondta, hogy tisztelet a kivételnek. Na most ennek azért örülök, mert egyre több a tisztelet és egyre több a kivétel, de még mindig van javítani való, és ezen igyekszünk is tovább is javítani. Ön hogy látja? A helyzet az, hogy egy több éves munkának a eredménye kezd érlelődni most már. Annak idején még 4 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a küldöttekkel küldőgyűlés előtt igenis az egész küldőgyűlési anyagot át kell venni. Nem csak azért, mert ne legyen ellenszavazat, mert most is megvolt az a küldött, aki nekünk az intézőbizottság ülésen Kerek Perec kijelentette, hogy ezt nem fogja megszavazni. Lelke rajta, nyilvánvaló mindenkinek saját szuverén joga, ő úgy érezte, hogy a lakóközössége érdekében ennek a szavazásnak a pozitív oldalát nem vállalhatja föl, de én úgy értékelem és úgy tapasztalom, hogy a igazgatósági tagjaink egyre szélesebb körbe foglalkoznak a küldöttekkel. Hát nyilvánvaló, hogy az elnök úr is elmondta, vannak fehér foltok még a palettán, ezeket mindig javítani kell, ami viszont nekem új és tetszik, hogy az intézőbizottsági ülések után még mindig jöttek be küldöttek szövetkezeti tagokkal, 2-3 taggal, hogy ezt vagy azt magyarázzuk el nekik, és én úgy veszem észre, hogy most már azért az egész küldöttségnek a lényegét, meg azt, hogy küldőgyűlésen mit kell megszavazni, mert általában leragadnak ott, hogy az elnök meg az igazgatósági tagok tiszteletdíját. Az is egy pontja, az igaz, de ugye azt, hogy a cégbíróság a mi mérlegünket, zárójelentésünket befogadja, ahhoz a küldőgyűlésnek a határozata szükséges. És akkor ugye ebbe döntöttek a fontos momentumokba, 2014-es napirendeket is fogadtak el egyesével. Ez miért volt szükséges? Hát azért volt szükség, mert 2014-ben a küldőgyűlés után a lakásszövetkezet ahogy lenni szokás, a küldőgyűlési határozatokat, jegyzőkönyveket, mérleget a cégbírósághoz bejuttattuk, a cégbíró be is fogadta. Polgári peres eljárásban viszont egy csoport, aki a szövetkezetek tagja, illetve nem tag tulajdonosa, pert indított a szövetkezet ellen, megtámadta a küldőgyűlést egész anyagát. Ebből lett egy 3 éves per, aminek a lényege az volt, hogy végül is abban marasztalták el a lakásszövetkezetet, hogy a kiértesítés nem volt szabályszerű, ugyanis a határozati javaslatokból egyetlen egy pontot se vontak vissza. Egy pontot mi vontunk vissza, azt a bizonyos 15-öst saját magunk, a többit azt egyet se vont vissza a cégbíróság, és köteleztek bennünket arra, hogy még egyszer meg kell ismételni és meg kell szavazni. Elkövettünk egy hibát, ezt el kell ismerni, hogy akkor, amikor a következő évben a küldőgyűlést összehívtuk, akkor az ügyvéd úr egybe tette fel szavazásra valamennyi 22 határozati javaslatot, és ugye ezt a bíróság nem fogadta el, és köteleztek minket arra, hogy még egyszer egyesével minden egyes tételt kihangsúlyozva, felolvasva szavazzuk meg. És ezért is került sor arra is, hogy ki is vetítettük, tehát véletlenül is legyen az, hogy valaki nem tudta a füzetébe elolvasni, ki volt vetítve, tehát mindenféleképpen mindenki tudta, hogy most hol tartunk.
Én ezt egy nagyon felesleges dolognak tartottam, meg tartom a mai napig is, mert lényegében a szövetkezet 2014 óta működik továbbra is törvényesen, semmi baj nincs vele. Ezt a bíró, aki ezt az ítéletet hozta, lelke rajta, hogy miért hozott ilyen ítéletet. Ettől függetlenül most megszavaztuk, és remélhetőleg most már a kedélyek is lenyugszanak ezzel kapcsolatban. Mert hogy most ugye itt a legutóbbi adásban is mutattak a vendégeink több olyan, azt hiszem pont cégbíróságos papírt, ahol mondjuk kifogásolták a törvényességet. Hát azt mindig kifogásolják, a törvényesség az mindig egy két oldalú dolog. Ugye az egyik az, aki a törvényességet próbálja betartani, és az igazság az, hogyha mi szó szerinti törvényes dolgokat, szó szerint mindent úgy betartanánk, hogy kellene, akkor fele ilyen tempóval tudnánk haladni, hiszen sok minden olyan, ez értelmezésbeli kérdés, ugyanis az a cégbíró, aki az egyik határozatába elmarasztal bennünket valamiért, a másik határozatába pedig éppen az ellenkező határozatot hozza. Hát minden esetre nagyon oda kell rá figyelni, nem mint hogyha ezen bármi is múlna, mert végül is az, hogy most 30 napon belül, vagy 28 napon belül, vagy 31 napon belül válaszolunk meg egy levelet, de minden esetre azt mindig végig kell gondolni, hogyha beérkezek egy ilyen levél, arra nem lehet hasra vágni és megválaszolni, annak a körülményeit elő kell teremteni, irattárba megőrzött adatok között kigyűjteni, megválaszolni, és hát sajnos van úgy, hogy a kolléganő intézkedik, hogy a másik adja föl, közben az másnap reggelre lebetegedett, nem lett föladva, kicsúsztunk a határidőbe, és megbüntettek bennünket, hát van ilyen. Egyébként hogyan látják, hogy mondjuk melyek voltak a küldőgyűlés legvitatottabb témakörei? Hát igazából talán vitatott téma nem is nagyon volt. Most, amit a Farkasóra, Farkas Károly, leginkább ugye ez a szó volt ismét, ami most valószínűleg szövetkezett egyik legnagyobbja lesz, ez az elektromos hálózatnak a telepítése. Ja igen, ez a tulajdonjog, nem tulajdonjog. Igen, hogy a lakáson belül, ugye hoztunk egy határozatot, amivel nem akarunk a lakásokon belül semmit se tenni, semmi olyat, csak a lakók biztonságát szeretnénk ezzel a határozattal biztosítani. Olyan értelemben, ugye most, ahogy beszéltünk is a taggyűléseken is elmondtuk, 16 amperes jelenleg ugye a hálózat a lakásokban, ugye ez törvény szerint lehet 32. Így csak nagyon sok helyen, például a 10 emeleteseknél itt lent van az alaksorban ugye a villanyóra, azt ugye fölvinni, ha fölvisszük a 32 ampert, de onnét ugye még mindig akkor ott van a lakás, na most ha 32 amper ott van a lakás ajtóba, a lakásra meg nem foglalkozunk, és valaki ráköt a 16 amperra, ez nagyon balesetveszélyes, nagyon életveszélyes, tűzveszélyes, és mi ezzel próbálunk foglalkozni, segíteni, közös megegyezésre jutni, és talán ez a témakör volt a legvitatottabb. Mert én egyébként egy dolgot ebben nem értek, hogy az én tudomásom szerint az EON eleve ezt ellenőrzi, és úgy lehet csak rákötni, fejleszteni, hogy ő ezt így kijött. Legalábbis nálunk, én most lakásfejlesztésben voltam, pont ugyanezen a történeten vagyok túl, és ott nem lehetett semmit csinálni az EON nélkül. Ez így igaz, mi is tudjuk, csak ismerve, itt ugye voltak a felújítások, meg a hasonló, ismerve a lakókat, nem biztos, hogy mindenki megkérdezni az EON, tehát sok a Sógorkom a jó barát, és ezt szeretnék megelőzni. A veszély itt az, ugye, hogy egy ekkora épületben 40-60 család lakik. Ha valaki kint lakik egy családi házban, 50 méterenként vannak a családi házak, és ott ég a ház, hát az szomorú dolog az is, mert valakinek a vagyona, testépsége van veszélybe, de ilyen épületben, aki gyullad egy lakás, akkor 60-70 embernek a közvetlen életveszély áll fönt, és azért itt a mi felelősségünk abban van, hát nem ragaszkodunk mi ahhoz, hogy bemenjünk, de azért meg kell nézni, hogy hová engedjük le a 32 ampert. Egyébként volt már tapasztalatunk ilyen, egyik lakásunknál villanyórát leszereltük, és kértük újból a villanyóra visszaszerelést, és közölte az EON, hogy abban a pillanatban visszakapjuk, ha a lakásba szabványosan ki van az áram alakítva. Ez belekerült azonnal alaphangon 300 000 forintba, ez egy szolgálati lakása volt a szövetkezetnek, de nyilvánvaló a szolgáltatónak is van itt felelőssége, mert
rendben van, hogy a 32 amper alanyjogon mindenkinek jár, viszont nem mindegy azt, hogy azt a 32 ampert egy milyen alhálózatra bocsátjuk rá. Tehát akkor az inkább ilyen közösségi érdekvédelme szempontjából tartották fontosnak, hogy ezt betegyék. Egyébként érdekes, de a tagok túlnyomó többsége, akik ebbe a dologba érintettek lesznek, támogatja és meg is értették, hogy miről van szó. Ez Farkas úrnak egyedi probléma, hogy ő nem fogja beengedni. Hát akkor nem engedi be. Hát én a senki lakásában miben nem mehetünk. Az, hogy a Leon esetleg előírja azt, hogy hozzon egy igazolást egy villanyszerelőtől, hogy rendben van, ez már könnyen előfordulhat, ugyanis most már egyre nehezebb ezekbe a dolgokba, a dolgokon úgy keresztül menni, hogy majd vajon a haver beköti, aztán úgyis jól van. Sajnos ezt mind szakhatósági ellenőrzésekhez vannak kötve. Nos, menjünk egy kicsit az e-mailes kérdésekhez. Érkezett egy kérdés, mégpedig az alapszabály szerint a lépcsőházban ismertetni kell a küldöttnek a lépcsőház gazdálkodását. Ezt hogy tudják önök ellenőrizni? Közösségi megbízottak működnek a szövetkezetnél, most így hívjuk a lépcsőház bizalmit, ez az elmúlt 5 évben azt hiszem már a harmadik elnevezésük, de jó, végül is tudjuk, hogy kiről van szó. Ők a lépcsőház kimutatásokat megkapják, a lépcsőház kimutatásokat pedig taguknak a rendelkezésére kell bocsátani. Egy probléma ezzel most az új adatvédelmi törvény beindulásával majd lesz, ugyanis itt valószínű, hogy egy kis változás be kell majd vezetni. Nevezetesen, aki az adatokat megkapja, nyilatkozni kell, hogy az adatvédelemért innentől kezdve ő felel. A másik dolog pedig, hogy ugye a küldőgyűlés hozott most jó pár határozatot. Nekünk a küldőgyűlést követően 30 napon belül a tagokhoz az összes határozatot bizonyítható módon el kell juttatnunk. A lépcsőházi elszámolások végül is nem titkosak. Egy baj van, hogy avatatlan kezekbe az az adathalmaz, tehát olyan viszonyításokat csinálnak vele, ami teljesen fals és teljesen értékelhetetlen dolgokat, információkat ad az emberek javára, hiszen két egyforma lépcsőház nincs, ezt tudjuk. Egyrészt üzemeltetett négyzetméterbe se, másodszorban pedig költségekbe se. És azért nem lehet szabad összehasonlítani akár még két egymás mellett lévő lépcsőháznak az adatait se, mert például a villanyszámlák nem egyszerre jönnek, és a villanyszámlák beérkezésekor ugye itt hónapos differenciák vannak, van amelyik lépcsőház már megkapja a fél éves számlát, van amelyik csak két hónap múlva, és már is azt mondják, hogy abban a lépcsőházban 30 ezer forinttal kevesebb a villanyszámla, mint nálunk. Hogy lehet ez? Hát így lehet sajnos. Közben jelezték a kollégáink, hogy van egy betelefonálunk, Kocsis György, és kiegészítést szeretne tenni. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Készsük, üdvözlöm. Azt szeretném mondani az előző témához, bocsánat, hogy lemaradtam róla, hogy az, amit a vita folyik, hogy miért kell felülvizsgálni a belső vezetékhálózatot a lakáson belül, azt felejti el a kedves reklamáló, tiltakozó lakótárs, hogy ezek az épületek 40-45 éve tervezték. Akkori technika, akkori kábelezés van benn, és azóta rengeteg olyan háztartási készülék van, amit nem bír el, és ezt nem akarják megérteni, hogy nem, mint ahogy a Farkas úr is az előbb, a Farkas Béla úr elmondta, hogy nem érdeklődni akarunk, nem kutakodni a lakásba, biztonságot adni nekik azért, mert nem vették észre, hogy elszaladt fölöttük az idő. Olyan műszaki fejlődés van a mosógéptől, a centrifugáló szuperkészülékeken, klímaberendezéseken keresztül, amit sajnos nem minden esetben tud az EON ellenőrizni. És ezért saját érdekében, ahogy el is hangzott az előbb a műsorban, ennyi lett volna az észrevételem. Köszönöm a türelmét. Köszönjük szépen, köszönjük a véleményét. Az előző, amit Farkas úr mondott a kérdéshez, még annyit, hogy az legutóbbi igazgatóság ülésén már foglalkoztunk vele, csak azért nem hoztunk döntést, mert ahogy Farkas úr is említette, most még várunk egy határozatot, hogy mi lesz ezzel a törvénnyel. Amikor ez meg lesz, annak függvényel fogunk hozni, de megnyugtatom szintén a lakókat, hogy meg fogják kapni a lépcsőházi elszámolást.
Mert gondolom, hogy ez is egy kicsit így a tájékoztatás, meg a kapcsolattartás, meg esetleg így az információ hiányra utalhat. Nem titkos, én meg fogják kapni, nem titkos, csak most azért nem döntöttünk, mert várjuk, hogy milyen határozat fog jönni. Aztán érkezett a kollégáim adták át ezt az üzenetet, hogy a múltkori adásunkban említésre került egy klubhelység, ahol a Káprai Attiláik nem tudtak összeülni. Majd azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem kaphatta meg ő ezt a kulcsot. Viszont egy néző telefonált nekünk, hogy a klubhelység, az korábban ott a lakossági klubhelysége volt, ők ezt használták, volt ott berendezés, csocsó, tévé, videójáték, és hogy ezek hova tűntek? Hát kezdeném én, mert kaptam valóban egy levelet Káprai úrtól. Megmondom őszintén, a küldőgyűlésen is azt mondtam, első olvasásra én sem értettem, hogy a kis Tibi, tehát igazgatóság miért nem adta oda, de másnap, amikor a szövetkezetnél jártam, megkérdeztem, mert kis Tibot nem értem, megkérdeztem az ügyeleti igazgatórat, hogy ez miért nem történt meg, és akkor most megkérem, legyen szíves, mondja el, mert én nem tudtam ennek a történetét, hogy ez miért nem történt meg. Hát az történt, hogy a előző közösségi megbízott a kulcsot, a Káprai Attila úr rendelkezésére bocsátotta a klubnak a kulcsát, ami tény és való, hogy 1976-ban az épület átadás, akkor ez egy ifjúsági klub volt, volt televízió, játékok voltak, sőt, hát egy Fehérvárszerte közismert név volt a Purger Pista, ő volt ennek a klubnak a vezetője, ő ugye annak idején a szakszervezet színeiben ilyen ifjúsággal foglalkozott, nagyon sokat ilyen mezei futóversenytől kezdve levegtérkedőt, mindent tartottak, nagyon komoly ifjúsági élet volt, nem csak ott volt a szövetkezet területén több is. És hát az történt, ami mi velünk is, hogy a gyerekek fölnőttek, őket már minden lakásban lett televízió, hát akkor mi menjenek le a klubba, ugye. Általában azok a férfiak, akik szerettek együtt meccset nézni, azok mentek le, azt a végén már ők se, úgyhogy a klubnak ez irányú látogatottsága megszűnt. Azt viszont a közösség igényelte, hogy azon a környéken legyen egy, mivel a központtól távol esik, legyen egy olyan közösségi helység, ahol az intéző bizottságot az elnök össze tudja írni, meg tudnak aktuális dolgokat beszélni, sőt ott volt egy fűtéssel kapcsolatos szerződéskötések, abban az helységben bonyolódtak le, tehát nagyon széleskörű kihasználtsága volt. Nos, ez a kulcs elkerült a Káprai úrhoz, és a tél folyamán pontosan az időpontra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy 62-es miúton jöttem be a városba, arra lettem figyelmes, hogy a klubba világít a villany, és nyitva van az ablak, de mivel késő volt, oda kanyarodtam, megnéztem, nem volt a klubhelységben senki, az ablak nyitva volt, este gondnoknőt előkerestem, bementünk a szövetkezet irodájába, a tartalék kulcssal bementünk, becsuktuk az ablakot, lezártuk mindent, és hát sajnos az igazság az, hogy oda bárki bármit bedobhatott volna az ablakon, és akkor a kulcsot mi magunkhoz vontuk. Volt más panasz is a helységgel kapcsolatban, nem működött a fűtés, a világítással is baj volt, ki kellett takarítani, már egy nyitott ablakon aztán, ami mindent bedobáltak az emberek, az borzalmas volt. És jött egy olyan jelzés a Széchenyi utca 33-37-es épületből, hogy épületben, nem épületben lakó személyek is tartottak ott bizonyos összejöveteleket. Hát én ezt nem ellenőriztem meg, nekem végül is nem jogom. A kis Tibor arra kért, hogy meg bennünket, hogy legyünk szívesek a helységet, tegyük rendbe, fessük ki, csináljuk meg a fűtést, mert abszolút nem volt fűtés a tél folyamán, többször ott összejöttünk, fáztunk, és most a utolsó felállás az, hogy rövid időn belül lehet, hogy már neki is álltak, de ha nem, akkor hétfőn neki fognak állni, ki fogják a helységet festeni, és egy olyan egyességünk van a kis Tibor úrral, hogy utána ennek a helységnek a használatát valahogy szabályozni kell. Tehát aki a kulcsot elviszi, akkor az feleljen érte, mert pont szerencse volt, hogy én arra jártam, vagy esetleg más is esetleg észrevette volna, de minden esetre télen ez nagyon veszélyes, mert a fűtésrendszer elfogy, akkor 132 lakás fűtés nélkül marad. Innen fogjuk folytatni, közben van egy telefonálunk, üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését, véleményét, észrevételét. Halló, üdvözlöm! Köszönjük szépen, akkor próbálja meg újból hívni minket, és akkor kapcsolni tudjuk.
Nos, és akkor az eszközök, amik ott voltak, mert a lakó ezt hiányolta, gondolom, ő szívesen járt lecsocsózni, vagy hát használt ezt helyzet, a helységet. Hogy annak idején a központi raktárba be lettek szállítva, Palotai úton is volt ilyen helység, akkor volt a József utcában is, a legtöbb lakótelepen intézőbizottsági helységek most is megvannak, csak éppenséggel a bent lévő eszközök, azok hát tönkrementek. Azért el lehet képzelni, 76-ba szereltük föl annak idején, ugye a Videotontól még kedvezményes áron kaptunk televíziót, hát azok a készülékek már régen tönkrementek. Hát nálatok is volt a Palotai úton. Igen, most én azért nem tudok hozzászólni, mert miután ez a kérdés is felmerült, egy 15-20 éves visszamenős dologról van szó, tehát én ezzel nem tudok hozzászólni. Tehát gyakorlatilag össze lett. De nyilvánvaló, hogyha a tagságnak van olyan igénye, hogy ilyet szeretnének, csak mindig az a baj, hogy nincs olyan gazda, aki ezért vállalja felelős, mert azt, hogy én most kiakasztom a kulcsot, hogy aki akar menjen bejátszani, ezt nem lehet megengedni sajnos a mai világban, pláne nem ugye az ifjúságot is féltenünk el. De ha van olyan felelős szerkesztő, aki fölvállalja ennek az ódiumát, lelke rajta mi? Hát gondolom biztos, hogy volt igény, mert mondom, ez így adás előtt jelezték a kollégák, hogy telefonon érkezett ilyen jellegű kérdés, tehát... Akkor most hadd kérdezzek vissza, ne arra, ezt miért nem lehet a szövetkezet vele normál hangnembe tolmácsolni, mert ugye a kérdés az volt, hogy miért nem kapta meg ugye Kápai úr, Varkas úr elmondta, hogy miért nem kapta meg most Kápai úr, de ez egy következő téma, hogy... De ezt nem a Kápai úr kérdezte. De most ezt a... mindegy, hogy ki. Tehát a későbbiekben erről is lehet szó, ilyen helyiség például nálunk a Palotán is van, hogy ezeket a helyiségeket hogy lehet szélesebb körbe kihasználni a szövetkezeti tagokat, nem zárkodunk el tőle. Közben jelezték a kollégáim, hogy ismét telefonáló van a vonalban. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok, Serák Etelka vagyok. A Királysoron lakom, közel 41 éve. Én az elmúlt küldőgyűléshez szeretnék hozzászólni. Örömmel szavaztuk meg, hogy a városi tévé is jelen lehessen, hogy tisztában láthassanak úgy a tagok is, a szövetkezeti tagok, és ugye a riporter, a televízió is. Egyik küldött társunk felvetette kérdést, hogy mennyibe kerül a szövetkezetnek egy-egy bírósági tárgyalás. Nem tudom, hogy most ezt az elnök úr megkapta-e már ezt az adatot, de mi is tudunk róla, azt elmondhatom, hogy közel sem annyiban, mint annak, aki kezdeményezte. A küldöttek külön-külön csoportokba értekeztek, ahogy az elnök úr is elmondta, ugye ezt az egyéb ülések is megelőzték. Itt mindenki minden adatot mindig megkapott. A kétkedők ott mindig elfogadták az eléjük tárt adatokat és magyarázatokat is. Mégis, amikor a küldőgyűlésre kerül sor, ugyanazon értelmetlen felvetéseiket ismétlik, ki tudja hány éve. A mindennapok folyamán is 10-15 évvel ezelőtti adatokat, határozatokat kérnek. Felvetődik a kérdés, tisztában van-e ez a két-három ember azzal, hogy a napi munkájukat órákra kell félretenni a dolgozóknak emiatt. Ahhoz, hogy folyamatosan napra készek legyenek a kimutatások, könyvelések, rengeteget túloráznak, kevesebb időt lehetnek családjaikkal, mégis rendelkezésre állnak bárkinek, még válasz nélkül senki nem ment el az irodákból. Örülök annak, hogy vezetői nyilvános szereplése óta az a bizonyos kis csapat létszáma is negyedére csökkent. Világossá vált, hogy ez a pár ember lázítást, akna munkát végez a szövetkezet ellen, így már a hangadók magukra fognak maradni, szerintem. Javasolnám nekik, hogy hasznosabban töltsék napjaikat, hiszen sok szép feladat van, amiben örömüket lelhetnék. Ne minősítsék le a környezetükbe élő idős embereket azzal, hogy valótlanságokat mondanak nekik, attól, hogy idősek nagyon is okosak, mert rájöttek, hogy el kell határolni magukat az ilyen kötözködő emberektől. Bizonyság volt erre a kis csapat legutóbbi közgyűlésen megjelent létszáma. Én elmerem azt mondani, hogy amióta az új igazgatóság is dolgozik, és a szövetkezet dolgozói az irodákban is, mindenki amellett van, hogy a kérdezőknek teljes mértékben minden helyes választ megadjanak. Tehát én cáfolom azt, amikor azt mondják, hogy nincsenek az emberek tájékoztatva. Érdekes, az én körzetemből, ebből a tömbből vagy a másikból miért nem mennek be hetente kétszer-háromszor a lakók.
hiszen ha jó a kapcsolat, amit ugye elnök úr is hangsúlyozott, hogy ezen is kell javítani, a közösségi megbízott és a lakók között, akkor nem lehet ilyen probléma. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, további jó munkát. Viszont köszönöm hallásra. Szépen, én is köszönöm az észrevételét, véleményét. Nos, hát azért azt hiszem, hogy a kulcs gondolat itt is elhangzott, hogyha jó a kapcsolat, meg jó a munka az emberek között, akkor nyilván van előre mozdulás, meg van nyitás. Én azért azt hozzátenném, hogy nem két-három embertől kapunk. Nyilván két-három ember adja az arcát, nevét a megszólaláshoz, de hát e-mailen, vagy telefonon, de leginkább e-mailen rengeteg témát, az apró cseprő például, hogy miért nem lehet csocsózni, meg hova tűntek a csocsóeszközök, és nagyon sok kérdést és észrevételt kapunk. Na, de hol is tartottunk a küldőgyűlés? Sok mindent megszavaztak, sok mindent ugye elfogadtak, többek között a beszámolót is, és szó esett a fejlesztésekről, amire már itt a Kocsis György is utalt, hogy ugye 40-50 éves panelok. Mi lesz ezeknek a sorsa? Hát ezeket mert hát ugye sokáig lebegett a fejünk föl. Igen, ezeket a Farkas úrot nagyon részletesen, több mint egy fél órában kifejtette, hogy ezeket a vizsgálatokat a szövetkezet elvégezte. Ugye 40 évesre léttek abban az időben tervezve ezek a lakóépületek, és most amilyen vizsgálatokat elvégeztek, most már 100 évről beszélünk. Úgyhogy erről gondolom most... 1996-ban Svájcból, Zürichből egy épületek felújításával, lakótelepek felújításával foglalkozó építőipari cég keresett meg a Országos Szövetségen keresztül bennünket, hogy szeretnének itt a városba egy épületen roncsolásmentes épület diagnosztikai vizsgálatot elvégezni, amit ugye bemutató jelleggel közé is tesznek. Hát annak idején ugye itt a városi televízióban is szerepeltünk ebbe az ügybe. A Manci János utca 4-es épület volt az, amelyiket ennek a vizsgálatnak kitettük. Nagyon érdekes következtetéseket vontunk le belőle, többek között, hogy behelyettesítve az akkori svájci frank értékkel a értéket magyar forintba, szinte kísértetiesen hasonló felújítási díjak, nagy felújítási díjak jöttek ki, de ebbe a vizsgálatba tulajdonképpen egy 50 pontos vizsgálatot végeztek el. Az 50 pontos vizsgálatban szerepel többek között a panel kapcsolatok teherhordó szerkezeteknek a vizsgálata, és már akkor is megállapítást nyertük. Nagyon nagy elismeréssel nyilatkoztak a magyar panelnak a minőségéről, hiszen kértek tőlem tervrajzokat, amiket később elég kalandos módon vissza is kaptam, hála Istennek. És az a helyzet, hogy ezt a vizsgálatot most az Émi újból elkezdte. És megnyugodhatunk? Megnyugodhatunk, azért, mert... igen, ezt őszintén meg tudom mondani, hogy kibontottak különböző panelkapcsolatokat, sarokpontokat, ilyen terheléshordó részeket, vettek ki a épületekből különböző anyagmintákat, megvizsgálták, és azt mondták, hogy kerekperec kimerik jelenteni, hogy 100 év, de még többet is ki fog bírni. Egyébként is azt tudjuk, hogy a panelépületek az erős dinamikus behatásra már az életbe jól vizsgáztak, hiszen a Pesti Jós utcai robbanást említeném, ahol három emelet összerobbant, és mégse dőlt össze a ház. A három emeleti szinti lakások megsérültek, de egyébként rendbe is tették, azóta is megvan. Innen és folytatjuk, elnézést, közben jelezték, hogy betelefonálunk van, és mindjárt vége a műsoridőnknek. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Üdvözlöm Önöket, Peresztegi Györgyné vagyok, a Palotai út 77-ből. Üdvözlöm. Farkas úrtól szeretném megkérdezni. Kérem, egy kicsit halkítsa le a tévékészüléket, mert nagyon visszhangzik. Igen, hogy az egyes számú körzetnek a tagértekezletén, amely 18. február 12-én volt, miért nem adta meg részemre a felszólalási lehetőséget, holott én egy
pontos meghatalmazással jelöltem ki szemét, aki helyettem az én kérdéseimet tolmácsolta önök felől. Tudnélik, én hiába írtam a leveleket, nem kaptam konkrét választ a kérdéseimre. Röviden csak az, hogy 14-ben mi befizettük ugye a beázás miatt a tetőfelújítás szigetelést, és csak 17-ben lett kijavítva, és akkor a farkas úr azt írta, hogy lejárt a garanciális idő. Hát én úgy tudom, hogy 5 év a garanciális javítás idő, tudnélik majdnem 600 ezer forintot fizettünk mi akkor ki. Akkor ez hogy járhatott le, azt nem vették figyelembe? Köszönjük szépen. Ezt hogy válaszoljam meg én? Ezt nem Farkas úr vezette, tehát rossz a kérdés. Tisztelt Peresztegi Györgyné, felolvasnám azt a levelet, amit ugye Szabó Melindát bízta meg a helyettesítésével. Először is igen, megkapta szót Szabó Melinda, ő volt a második felszólaló a taggyűlésen, és a következő kellett írni, és olyan is tud róla, valószínűleg nem volt tájékoztatva. A Szabó Melindának írtuk a következőt, hangos felháborodás váltott ki hozzászólásának témája és stílusa, nagyon sok tagból, és miután önt megállítani nem tudták, előadásában elhagyták a tagértekezett helyszínét. Sok tag személyes beszélgetésünk során meg is mondta, azért nem megy taggyűlésre, hogy önt hallgassa. Az idei tagértekezeten megjelentek sokan, sérelmezték, hogy önnel telt az idő, holott érdemben hozzá szerettek volna szólni a felszálló elektromos vezetékekkel kapcsolatos szabályozáshoz. Ennek megtárgyalására sajnos nem kerülhetett sor az ön szereplése miatt. És akkor még két mondat, a tagok döntős többsége elégedett a szövetkezet munkájával, és sokan meg is mondták, hogy azért nem jönnek el, mert nincs semmi problémájuk, ezt nem az egyes körzet tagjai de mondták. Most ezt ez volt a hölgynek a kérdése? Igen, hogy miért nem szólhatott föl a Szabó Melinda, amikor ott volt a taggyűlésen, tehát az téves, hogy nem már felszólhatott másodiként, és a tagokból ezt a reakciót váltotta ki. Elnézést, én rosszul értettem a kérdését, mert hogy én azt hittem, hogy ő föltett egy kérdést a szövegbizottság által, hogy föltett egy kérdést, és arra a kérdésre, amit ő szeretett volna megtudni, ezzel kapcsolatban arra nem kapott választ. Nem, azért olvastam fel a szó szerint, hogy nehogy probléma legyen belőle. Másodikként jelenkedett, meg is kapta a szót, elmondott néhány mondatot, és ez a reakció lett belőle. Közben van még egy telefonom. Egyet, ha meg tetszik engedni, hogy... Nem én vagyok a levezető elnök, tehát az, hogy én nem adtam meg neki a szót, ez egy fars állítás. Én részt veszek ezen, de nem én vagyok a levezető elnök. A levezető elnök adja meg a szót. Üdvözlöm, köszönöm. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Várjuk a kérdését, véleményét. Köszönöm szépen. Szabó Sándorné vagyok a Tolnai utca 44-ből. Azt szeretném mondani a herceg úrnak, az elnök úrnak, hogy nem tűnt el a kis csapat, hanem én is beteg vagyok, és már nehezen mozgok, és ezért nem tudok ott lenni sok helyen, megnyilvánuláson. És még azt szeretném tudatni a herceg úrra, én felhívtam egyszer önt, és választ se kaptam, hogy egy időpontot szerettem volna kérni a problémám megoldásához. Erről csak ennyit, úgyhogy köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönjük szépen. Ez úgy volt, hogy főhívott, én mondta neki, ne aggódjon, később tessék visszajön, mert pont vezettem. De nem hagyta abba, és annyit mondott, hogy előtte a Farkas úr kint volt, itt pont szó volt, hogy meg kell nézni, a kamerás rendszerről volt szó, amikor a kamerát kint. Tovább mondtam, hogy ne arra ugyan leteszem, mert most éppen közlekedek, tessék följönni, és akkor szívesen megbeszéljük. Ennyivel maradtunk, azóta se történt semmi. Közben még jeleztek egy kérdést, az energiatakarékos panel felújításokkal kapcsolatos pályázat tartalmazza azt, hogy 2021-ig kell a tehemes költségmegosztókat fenntartani? Igen, tartom. Igen. Ugye ez egy pályázati csomag volt, konkrétan az úgy van leírva, hogy a pályázat, amelyik épületfelújításra pályázati pénzt nyertünk, azt az állapotot 2021-ig fel kell tartani. Köszönöm szépen, sajnos. Mert... Ez igen, is egy rendszeres kérdés szokott lenni. Tartalmaz. Hát szerintem még talán holnap reggelig el tudnánk itt ülni, és nagyon-nagyon sok kérdés maradt. Én talán megígérhetem a nézőknek, hogy hamarosan folytatni fogjuk még ezt a beszélgetést.
részemről igen, továbbra is nagyon szívesen válaszok az itt hálózott kérdésekre. Többek között azért, hogy az valóságtartalma más legyen. Egyrészt, másrészt pedig én nagyon szívesen elfogadom a kritikát is. Beszéljük meg, mert szerintem itt is elhangzottak azok a dolgok, pontosítottuk, hogy valójában miről van szó egy kérdés esetében. Köszönöm szépen, hogy itt voltak még egyszer. Köszönjük. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!